Na, sziasztok srácok, itt Árti, és akkor hát egy klasszikust veszünk elő, mert hiányzott a tenger, hiányzott, hogy csónakot építsünk, tutajjal járjuk a tengereket, a végtelen tengereket, meg már olyanon van azért. Na, szóval Stranded Deep, tömörítve. Leszettem néhány mappot. És erre emlékszem, hogy ez egy jó kis map, úgyhogy ezt behúzzuk oda, ezt behúzzuk ide, és most ezekkel szépen teletöltjük a helyet. Ugye a kezdőszigetünket nem tudjuk variálni, azzal nem foglalkozunk, de az összes többire ezeket a custom mappokat, szigeteket berakjuk. Oda is teszünk egyet, oda is. Az melyik volt? Smuggler's Bay? Shipwreck Cove. Az itt van, igen, jó. Amit leszettem, az a Steamből a... Hát Steamből leszettem gyakorlatilag a Season 3, Season 4-es összes ilyen custom mapot. Oké. Okay. Ja, mert a La Isla Bonitát megcsináltuk már, akkor a Snake Island kerül oda. Oda mondjuk egy kép. Szóval bőven elég map szigetünk kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy teletöltsük a helyet. Castaway kanyon, az de jó. Shipwreck Shallows. Port Bovár. Sajnos csak így lassan lehet. Leszelve az már van. Arra emlékszünk. Greenhaven volt az. Jump Island, ott az egy, ez melyik? Smuggler's Den. Azt szerintem én raktam le. Nem, nem cseréljük ki. Még itt a lentebbi régiókból egyet-kettőt cserélünk. Jó. Szerencsére szól nekünk, hogyha egy szigetet már leraktunk. És ugye a régi, korábbi évadokban kevesebb sziget volt. Jó. Azt kicserik, jó. Apply. Yes. Na, ez lesz a kezdő szigetünk, és La Selvára fogunk először áthajózni. Hát a kezdő sziget olyan, amilyen. Azzal nagyon nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy ez van. Hát, mert így minden a permahalált, ezt kikapcsoljuk, mert ismerjük magunkat. Jó, na vágjunk bele. Csináljuk meg a mi kis túlélő kalandunkat. Lássuk, mire jutunk. Egyszer, réges régen, egy messzi, hát 2015-ös a játék, de folyamatosan update-elték, azóta volt Early Access-ben, és azt hiszem 22-ben jelent meg végül. Én még valamikor 2020 környékén játszottam vele. Úgyhogy nem most volt.
Szóval nézzétek el, ha kicsit rozsdás vagyok. Egyelőre ez a, akár a The Forest, vagy a Számkivetett című film is lehet. Egyelőre mind a kettőnek megállja a helyét. Tehát történet ismert, valahol lezuhanunk. Ránézésre egy ilyen csendes óceáni biomban. Aztán éjjön. Arra emlékszem, hogy annyi a dolgom csak, hogy ki kell uszikálni, nem lehet semmit összeszedni, ezt egyszer végig próbálgattam, és ide kell úszni a rafthoz. Így. Amúgy annyira jó, hogy ezt a játékot választottam, mert megint egy olyat, amiben vannak cápák. Ezt meg. Miért csinálom én ezt magammal? Azért nagyon-nagyon remélem, hogy legalább ti jól szórakoztok, mert nekem a cápákkal azért vannak problémáim. Nem az, hogy félek tőlük, csak le vagyok foscsiz. Na ott, na, már kezdi. Nem bír magával a gyerek, nem bír magával, már kezdi, bazd meg. Jézus Istenem, na jó. Nézzük, mi van itt. Jó. Ó, operálja. Smooth operator. De ez a sziget, a kezdő sziget, ez mindig ugyanúgy néz ki. Bár amúgy nem mindig ugyanúgy néz ki. Mert én látom a Gamage-nek a videóját, és nem fogom tudni megmondani, hogy milyen világban kezdte. De ott nem így nézett ki a kezdősziget. Na! Ott van nekünk egy hajóroncs, és mi majd éjszakra akarunk menni. Meg is kaptuk az achievementet, hogy földet értünk, arra fogunk menni. Jó. Na hát akkor... végigkövethetnénk a tutoriált. Veled még nem baszakszunk, majd visszatérünk erre. Úgyis éjszakra fogunk menni, szóval ide, erre a plöcre lepakolunk mindent. Ez egy szép hely, tökéletesen megfelel a célnak. Ide lepakolunk mindent. Jó, hát akkor fontossági sorrendben haladjunk a feladatainkkal. Nem szabad megsülnünk a napon, értelemszerűen. Jó. Nem, egy darab stone tool az most nekünk elég, azzal el leszünk. Jó. Jaka. Volt a rá kocska? Hogy? Szépen is kivonszoljuk a helyére. Na, uralkodj magadon! Nem tudom, hogy mennyire van meg... Nem emlékszem, hogy mennyire van megcsinálva a hullámzás meg a hasonlók. Úgyhogy ezzel óvatosan bánunk. Mindent összeszedünk. Természetesen. Abban ne lépjél bele, mert meghalsz. Ez így a tömör tanácsom. Erre még emléksz? Ebbe beleléphetsz, nem halsz meg. Milyen gáz lett volna, hogy jól bepromózom, elmondom minden, aztán megförmedek. Jó. Tele vagyunk. Se fér be.
várálmat most kihalom. És van. Jó, amíg nem bontod meg az állatokat, addig nem romlanak meg. Ez fontos. Jó. Ebből nagyon sokra lesz szükségünk. Ebből a rastos gyümölcslének szánt növénykéből. Ez pálmafa. Végigjártam, arra emlékszem, itt kilógott valahol egy... Ott van. Jó. Jó, csak egy kötőkét magunknak. Túlbeltet. Kéne a sebembe tenni. Arra nem emlékszem. Eldobtad? Te nagyon hülye. Eldobta. Ah, hülye. Én nem találom, bazd meg. Az remek 200 IQ-s mozdulát volt. Én most neki nem állok keresgélni. Itt van még egy rákocska. Na, ott tartottunk, hogy... Azt hiszem a fikuszfák visszanőnek. Nem vagyok benne most biztos hirtelen. Szerintem nem. Nem éri meg teljesen csupaszra verni a szigetet, mert különben nem lesz sehol se árnyék, és akkor a nyuszi baszhatja. Azt tudom, hogy a pálmafa az nem nő vissza, innen lesz majd kövünk, de az se spónol vissza. Itt nem fogunk szarrá égni. És a lyuka, jaka, az is olyan, ami visszanő. Egy lyukát ki kell szedni. Kell nekünk az a levélke. Kell nekünk a levélke, nem is kicsit nagyon. Ja, igen, közben a játék mondja nekünk, hogy mit csináljunk, de majd eljutunk oda is, hogy megcsináljuk azt, amit ő szeretne. Egyelőre a saját törvényeink szerint haladunk. Vedd fel! Úgy is van. Jó, és amikor már nagyon alacsony az integritása, akkor szépen kést fogunk belőle craftolni. És azzal kvázi nullázzuk, tehát a késnek újra maxos lesz a durability-ja. Na, és akkor most jön az a rész, hogy miért nem írtott ki a teljes növényzetet.
kicsit hűsölnünk kellene. Valamiért itt árnyékban is magas a napsugárzás. Ezt vagy párom olyan szinten ki tudna oktatni minket, hogy miért. Viszont a legjobb módszer a lehűlésre a merülés. És ha már kérdeztétek, de hogy kérdeztétek, de én azért mondom, a vízben visszamegy az FPS, csak ne legyen itt a közelben cápa. Az kéne nekem. Elég jó cuccok vannak benne, csak tele van az inventorim. Úgyhogy ezt eldobjuk. A kipi maradhat. Ezt meg magamhoz veszem. És most gyorsan kiúszikálok a partra. Ezek a ládák kurva értékesek. De nagyon. Mert kraftolhatsz ilyet, csak az rohadt drága. Jó, ez a guggolós, de ez majd fog nekünk fejfájást okozni. Na, unhagytam a cuccaimat. Hanem itt. Oké, halál komolyan hova? Köcsömbbe kezdtem el lepakolni, de az még nem olyan nagy ez a sziget, gecc. Ne idegesíts. Ott van. Na, ne tedd vissza. Jó. Azt is, azt. Azok, amik tele vagyunk. Jó. Oké. Okay. Ide csináljuk a halmot, mert a büdös életben nem fogom észrevenni, hogy hol hagytam. Jó. Tak, tak, tak. Nagyon jó. Kéne nekünk egy shelter, meg tűz. Hogy állunk? Ja. Oké. Okay. Akkor azt mondja, hogy... nem, tűz. Kell nekünk egy ilyen is. Begyújtsuk a tüzet. Jó. És azt mondja, hogy a következő shelter lesz, de ahhoz először csak egy kést. Végeztünk a sziget körbe pucolásával. Az egy egészen kicsi zavar, hogy
textilt nem láttam, hogy találtunk volna. Ami azért baj, mert a vitorlához kéne majd. Meg a kormányhoz is. Nem ahhoz a kormányhoz. A kormányhoz. Na. Most már egyre kevesebbet látunk. Jó, menjünk vissza. A vaksötétben. Itt van. Tűz! Come on baby, light my fire! Na jó, csináljuk meg a kés helyet. Mik a crude axes? Jó. És ezt meg oda. Így. Na, volt nekünk itt valahol egy rákunk. Halott rákot. Há, meg is vagy. És kell hozzá minden áron, akkor a Refined Knife-hoz kéne nekem. Ez így. Oh, it's disgusting. Úgy is van. És el is tűnt a hullája. Na akkor jöhet a shelter, hogy tudjunk menteni. Kéne egy kötél. Jó. És 4 darab pálmalevél. Akkor te pont jó leszel. Hogy megcsinálom neki a elvárt feladatot, de akkor hagyjuk. Jó. Kókuszból nagyon sokat nem tudsz meginni egyszerre, mert fisi-fosi lesz belőle.
ha szabad így mondanom, hogy seggeden át fogsz fugyozni. Úgyhogy ne így áll túl sok kókuszt egyszerre. Jó. Az még sül. Kíváncsi vagyok, mi történik, ha ezt teljesen szétítom. Ah, 4 bot lesz belőle. Erre nem emlékeztem. Jó. Az pedig megsült. Ez csak ledobom oda, az jó. Na mennyi az idő, hogy állunk? Kicsit szomjasak vagyunk, és... 4:10 van. Jó, hát még nem alszunk. Legyen neked örömöd. Ez néha bebagol. Néha nem akarja beadni. Ja, mert egész fókusz kell hozzá. Aha. I see. Jó, akkor ezt itt lerakjuk. Jó, na akkor ebben van nekünk kötél, kaja, távcső. És azt mondjuk. Tehát közcsoki sokat segítettél. De van belőle 2 legalább. Nagyon jó. Na jó, szóval a vízgyűjtő legyen akkor gyorsan a következő. Ami nem lesz meg, mert ahhoz textil kell. Értitek a problémámat? Aludjunk egyet. Először mentsünk. Most aludjunk egyet. Szóval, ha nem találunk itt a közelben textilt, akkor a nyuszi bakhatja, mert nem lesz vitorlánk. És akkor kénytelenek leszünk ezzel a csírasággal hajókázni. Semmi nem volt. Ez kell nekünk. Jézus úrstak! Anyád a tihezgest. Bocs. Muszáj volt. Jó. Bocsánat, rák uraság. Kihozzuk a partra, ezek a remek tutajalapok lesznek.
jobb, mint hogyha fával csinálnám. Fáradok teljesen a végére. Jó. Hogy állunk? Jó? Azt a hajót akkor még fejezzük be. Ebben mi van? Motor, flare gun, lámpa. Mivel ez a lámpa, ez automatikusan világít mindig, ezért ezt lerakjuk ide. Lehetnek ilyen oszloptartó húbánatot csinálni amúgy. Nem erre gondoltam, hanem erre. Amelynek két fuel part és egy filter. Aha. Jó. Majd iszom egy kókuszt. Pipi plant. Nincs sok minden. Jó. Ez csak arra volt, hogy átmásszunk. Nem baj. Ebben semmi nem. Na, ott van a büdös paraszt. Nézd meg, arra vár, hogy az omlós kis testembe beleharaphasson. Amúgy, merre van észak? Az akkor az lesz az a sziget a leszállva térkép alapján. Hihi, ma nem eszel belőlem, kis köcsög? Jó. Na, ezt meg oda. Szóval, ruha kell nekünk. Cloth. Cloth. Kell nekünk. Úgyhogy nézzük körbe a szigetnek a peremét először. Nézzünk körbe rendesen. A shoreline-on, a sziget a partvonalán, mert itt szokott lenni elszúrva. Most nincs egy darab se, de ezt kerestem, kiváló, kettő, nekem kell vagy három, négy, azt hiszem. Aloe vera, az azt hiszem a napszúrás elleni gélhez kell majd. Hm.
Jó, hát ez csöppet kevés és kiábrándító, de annyi baj legyen. Azt a roncsot akkor kipipáltuk. Jó. Szerzünk kokuszt. Már ha lenne ezen, de nincs. Elnézést, maga ön? Ott van. Jó. Voltam? Ott hagytam, ugye? Szerintem igen. Ott. Jó. Ezt is vittem, köszöntem. Most kéne nekem egy kötél, ugye? Igen, mert ilyenből kell kraftolni a kulacsot. De mi van? Haló? Beszélgessünk. Szomjas, vállalható. Ezt a szart, ezt lerakjuk oda. Ezt meg ide. És akkor azok a roncsok jönnek most. Ezek itt előttünk. Kicsit kajoltunk. Kellett már. Jóló. Még több hordó. Először nézzünk be. Jó, volt benne ruha. Torcs, az mondjuk. A
torcs nagyon jó, az a cápa meg nagyon nem jó. Na jó van, gyerekeszeg. Gyere, lefájtoljuk. Mi van, nyuszi vagy McFly? Én is így gondoltam. Na, indult az ijesztő zene. Hát azok ott ellötyögnek, de kéne nekem. Megészom és akkor vagyunk. Jó, megcsináljuk ezt a vízgyűjtő szarságot. Ja, iszom még egy kis kókuszt. Aztán utána megcsinálom. Jó, na mi kell a vízgyűjtőhez, lássuk. Igen. Mi hiányzik? Akkor ebből a szögből csináljuk meg. Én nem bánom, leszarom. Jó. Szükségünk. Ez a kettő az ott egy és ugyanaz, ugye? Igen. Jó. Még ott van még egy roncs. Meg lehet majd nézni. Ja, fibrózis levelekkel. Tömjen még meg, azt még szeretné. Jaka, 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 jaka.
Fikusz, kukisz, fikusz, kukisz. Csak fikusz van. Ez a utaság. Azt a roncsot sem néztük még meg, pedig az egy szép nagy roncs. Hát, körbe kéne majd menni rendesen. Elég lesz egy vajon? Nem emlékszem. Ha itt az öt. Ezeket én hoztam ki. Mennyi? Ki mondta, hogy állj meg? Jó, tele van. Hol van? Itt van a kis halmunk. Jó. Tessék, van lámpám. Csináljunk vacsorát. Nincsen benne elég bot. Jaj, ne nyafogd. Jó. Akkor az a hajó pipa. Kéne majd egy kalapács. Most kajaügyileg meg ízében jók vagyunk. Tehát 2, 3, 4. Meg van miből. Bázis csinálnunk. Három, összesen 6 darab van. Az még sül. Ennyi az idő. Hú, hát még korán van. Most már csak a vízben lehetne bugizni, úgyhogy az meg nincs sok kedvem. Megvárjuk, amíg ez itt megsül. Megnézzük, hogy mi kell a kalapácshoz. Na, csak 3 van benne, de 4 kell a kötélhez, és nálam. Csak várj, ide leraktam egy kötelet, nem? Tudtam én. Kész, meg is sült. Jó. Hammer time. Na. Hát, de nem csinálunk olyat, mert az hatalmas pazarlás. Jármű, raft bázis. Nekem 6 hordón van. És kötél kell hozzá, de azt a rostos szarról megcsináljuk.
Úgyhogy ezzel kettőt le tudunk rakni. Akkor mellé teszünk egyet. 1, 2, 3, 4. Kéne, és akkor nehezebben borul föl. Jó, hát az jó sok bot meg kötél kell, de ebből minden elérhető itt most, úgyhogy... Ez nem egy kimondott probléma. Kajolni nem kell, vízünk az készül. Hogy vagyunk időben? Este 8, akkor csicsikáljunk egyet. Szomjas vagy? Nézd! Találtál vizet. Egy-kettő azok megvoltak. Az a következő ott. Illetve ezek itt. Na nézzük. Innen már kihoztam. Meg ne fulladj, hülye gyerek. Ja, innen hoztuk ki az egyik ládát. Jó. Bocs. Akkor az lesz a következő. Mert azt már írja a napfény, és legalább látom, hogy mit csinál. Az ott mi? Ezt kivisszük a partát, ez easy money volt. Ez nagyon könnyű volt így. Ez szép nagy hajónak néz ki. Csak van rajta valami szexi loot. Ó, bizony. Pazd meg. Ne legyél ilyen fogyatékkal élő nyomorult. Köszönöm szépen. Van rajta egy adag búja.
kötél az mindenképpen kell. Jó, ide visszajövünk erre a hajóra még. Oké, és akkor most options, mert apa mindjárt agyfaszt kap. Jó, köszönjük. Nincs kontrollerünk, hagyjál nekem. Jó, tele vagyunk bójákkal. Ott van egy büdös paraszt. De ebben a hajóban még van mit lootolni. Ez egy szép, nagy, lucskos, vaskos hajó, azt jól sejtettem. Nem mer ide jönni? Hát Fishing Spear-rel nem sokra megyek vele szerintem. Na jó. Mi a fasz történt az előbb? Ez mi volt? Jó, megvárjuk, míg leússza a körét, aztán kimegyek. Gyorsabban kéne, öcsém. Azt megnéztük. Azt megnéztük. Az mindegy, ott úszkál a paraszt. Jó. Ezért visszajönök akkor. Déli csücsöknél vagyunk, ha esetleg majd eltévednénk. Mi garantáltan meg fog történni. Jó. Ezt a nyomorult mindenedet. Nem. Nem tudom, hogy az mi lenne, de ne. Jó. Mert amúgy nem tudom mi a bobber, de mindegy. Na, öt kell egy ilyen bázishoz. Tehát helyből kettő, négy bázist meg tudunk csinálni. Ebből már csak kötél kéne.
Na, és már megint valahol lebasztam a fejszémet. Az még nem respawnolt. Igen, innen lehet követ farmolni. Az most nem egy SOS nekünk. A szigeten, úgyhogy azzal nem lesz baj. Csak azt kéne, hogy respawnoljon végre. Majdnem elvesztettem, hogy hol vagyok. Basszuk. Hol van a textil? Fölvettem azt a textilt. Nem dobálod el. Ebből lehet halmot csinálni? Nem. Jó, oda lerakhatod. Na, csak respawnol. Csak idő kell neki. Oda még visszamegyünk. Fikuszfa. Biztosan hagytunk itt egyet, mert többet szokott dobni. Jó, az még nem respawnolt. Az nem kell. Ska! Ezt a hajót kell újra megnézni. Túl melegedett az uram. Az meg az árnyékban, ne idegesíts.
Haló, mi a szar van? Ott álltam az árnyékban. Azt mondd már nekem, hogy ez nem jó. Na végre. Jó, és a nassolni valómat meg ott hagytam, ugye? Igen. Jó. Most szarjásünk. Ja, visszajött a lyukka. Na, mondjuk jó, most már ezt már kibírjuk, mert most már megy le a nap. Látom. Több lyuk a szigetem. Csak ez a kettő? Simán lehet. Nézzünk meg valamit. Az nem kell. Az kell egy, kettő. Tehát nekünk elég, ha van két ruhánk. Hát ez sok kötél kell, de ez nem baj. És amúgy három. Van nekünk. Ne, nem lehet megszerelni a fókuszt. Még ami ott van a másik, a nagy hajóban még vissza kell nézni, ott még vannak dolgok. Úgyhogy szinte minden fogjuk folytatni. A következő részben a nagy hajónak a lootolását ezt befejezzük. Építünk egy raftot, van hozzá alapanyag. És átmegyünk arra a szigetre, amit ott láttok. Ott pont, ahol megy le a nap. Igen, a nap északnyugaton megy le, ezt engedjétek el, teljesen idióta a játéknak, mindig is teljesen idióta volt az észak-dél-nyugat-kelet tájolása, sehogy nincs értelme, tök mindegy, ott megy le a nap, whatever. Mi meg arra a szigetre fogunk átmenni. Én nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Ciao.